Mellesleg azt mondta Alejandrónak, hogy beszélni akar velem, de... Bár belementem, hogy beszélek vele, nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez jó ötlet. Tedd meg, kislány. Szépen kérlek. Én már beszéltem vele. És mélyen meghatott a bűntám. Tatarára. És nem bűnbánásra. Bánata. Aki akkor jót akartam mondani, csak... Jót. Megzavarodta, hogy... Jelenleg most színházilag nyári szünet van. Én a Szeszkében játszom, a Szépernő Színháznál. Most volt egy bemutatónk, a Rómeus Júlia. De abszolút van, és szakítok is, és kell is időt szakítani a szinkronra. Szeretem például a Míg a Jackpot el nem választ, ezt Csörögi Pista bácsitól kaptam, mozifilm, ő az volt az első mozifilm főszerepem, abban Ashton Kutchert szinkronizáltam. Az egy nagyon jó kis munka volt, azt nagyon szeretem. Nemrégen kaptam egy, akkor nem hozták be, 2008-ban Oliver Stone forgatott Bushról egy filmet, az volt az angol címe W, és ebbe Balázs, Zákányi Balázs rámosztotta Bush szerepét. Josh Brolin játszotta benne, és az is egy nagyon jó munka volt. Ezt egy pár hónappal ezelőtt csináltuk. Az nagyon a szívemhez nőtt. Bevallotta neki, hogy ő az egyetlen fia, és mindent ráhagy. Aztán meghalt. Van azért olyan szinkron az életedben, ami valamiért megmaradt benned, valamiért nagyon emlékezetes? Amit nagyon szerettem, a Futótűz, amiről előbb beszéltünk, azt a Hamvas Danival meg a Markó Istomival a mai napig emlegetjük. Sőt, az első hangmérnökünkkel, aki vette, valamelyik nap beszéltünk róla pont, hogy jaj, képzeld, láttam, hogy ismétlik. Tényleg? Hű, de szerettem. Hú, de jó volt azt úgy összerakosgatni. És akkor a férfi hangmérnök létére ő is nézte, és mondta, hogy ő szereti. Az egy nagyon kellemes sorozat volt, egy egész hosszú időintervallum. Ott is egy kellemes táb volt, meg egy helyes történet. Tehát én azt mondjuk nagyon kedveltem. Meg tudhatnám, merre jártál? Én... José Luisnál. Na de... De hogy veszed a bátorságot ilyen arcátlansághoz, Montserrat? Meg kellett tennem. Nadia elmondta, hogy ő és Medina bizonyítékokat kreálnak Alejandro ellen, hogy börtönbe kerüljön. Visszatértél? Visszatértem. Folytatjuk, mi történt most itt, lehet tudni? Hú, bonyolódnak a dolgok. Hát kiderült, hogy Maria az rettenetesen aljas, és hogy nagyon, nagyon csúnya dolgokra készül, ráadásul José Luis-szal, az én volt szerelmemmel, azt hiszem, az én férjem Alejandro ellen. És én most mindent megpróbálok megtenni azért, hogy ezt megakadályozzam. Mellesleg most szegény Graciela anyukámat meg jól kidobtam otthonról, és megmondtam neki a magamét. Jól esett. És akkor ilyenkor színészileg is rögzíted magadba, hogy akkor hogy folytatod a jelenetet? Próbálom. Nem mindig sikerül, mert hogy valamikor az egyes tekercset veszük, az mondjuk egy hónappal ezelőtti, akkor veszük a végét a három hónappal utánit, akkor megint visszamegyünk a két hónappal előttire, és akkor kérdezzük, hogy most akkor hol tartunk, melyik ez most előtte van, vagy utána van? Tehát, hogy most vannak bizonyos időszámításunktól számoljuk a történéseket, és akkor kérdezzük, hogy most ez a csók előtt, vagy csók után? Ez most a vele, vagy a nem vele? Vagy néha elveszünk mi is a történetben, hogy ez most mikor is történt, hol van. De úgy látom, hogy alapvetően jól érzed magad. Abszolút. Abszolút, mert már nagyon sokan elmondtuk, azt hiszem az előttem szólók is, hogy ez egy nagyon jó stáb. És nagyon jó úgy dolgozni, hogy élvezed, amit csinálsz. És nem csak akkor tudsz valamit szeretni és élvezni, hogyha az a valami jó, hanem akkor is, hogyha van egy olyan stáb mögötted, melletted, olyan kollégák, olyan színészek, színésznők, olyan hangmérnök, rendező, gyártásvezető, tehát sokan vagyunk, akivel úgy szeretsz dolgozni. És az a stáb olyan. Ez úgy van, hogy kap egy filmet egy stúdió, a stúdió kiosztja a rendezőnek van egy gyártásvezetője, van egy hangmérnöke, és azt mondja a rendező, hogy én rád gondoltam, és akkor vagy elvállalod, vagy nem, tehát van jogod azt mondani, hogy ne haragudj, nem dolgozom veled. Hál' Istennek nekem nincs olyan rendező vagy gyártásvezető, akivel azt mondom, hogy nem, vele nem vagyok állandó dolgozni, nem. Csináltam régen, Apris Lacival csináltunk egy nagyon nagy híres rajzfilm sorozatot, és én nekem az sok volt, és akkor azt mondtam, hogy nagyon szeretlek, Laci, de most ezt nem köszönöm meg, és ebbe többet ne, kérlek. Tehát volt már ilyen, amikor azt mondtam, hogy ez nekem sok. Tehát sok.
Mennyire van időd visszahallgatni magad? Semennyire. 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 És érdekel, hogy... Hogy ne érdekelne, de hogy nem érdekel. Hát akkor főleg, amikor a szappanopik mennek, ugye, akkor én dolgozom javában. Amikor este mennek a nagy filmek, akár nagy sorozatok, akár egyéni filmek, akkor én valószínűleg gyereket fürdetek, fektetek, altatok, vacsoráztatok. Utána csinálom azt a dolgot este 9-től, amit más anyuka valószínűleg délután 5-től vagy 6-tól csinál, én 9 után csinálom. Tehát éjfélig én meg nem állok, és utána meg már bezuhanok az ágyba. Tehát nem nagyon van időm, az nagyon ritka, amikor mit tudom, a férjemmel eljutunk egy moziba, és visszahallgathatom azt, hogy esetleg egy mozifilmben mit csináltam. De az a borzasztó, hogy én akkor is úgy megyek oda, hogy dolgozom, tehát nem tudok elvonatkoztatni tőle, hanem figyelem, hogy ez hosszú, ez rövid, ez jobban, mit kellett volna. Ki ez a hang? Úristen, mit csinálta? Tehát, hogy nagyon rossz moziba jár. Nem is szeretek moziba járni se, és tévét nézni se szeretek. Én a színházban is úgy megyek, hogyha nézek egy darabot, hogy én nem tudok nézőként menni. Egyszerűen honnan jön be, miért ott jön be, milyen ez a ruha, miért ilyen a világítás, ki rendezte, úristen, hogy mondtad, miért őr van? Tehát én borzasztó kritikus vagyok. Még visszatérve az előző, még a szület előtti kérdésedre, ugye, hogy az Ázsalik Boeljére, hogy ugye ez a harmadik sorozata, amit csinálok az elmúlt 3 évben, és érdekes figyelni őt, így az ő kis fejlődését, így színészileg is, mert a Tereszában azért bizony-bizony ott azért úgy bele tudtam kötni, és ugye a nagy kritikus asszony, és volt, amikor azt mondtam, hogy új, ezt nem így kéne, vagy nem biztos, hogy ez én így csinálnám, és vannak már elég igényes szappanoperák, azt gondolom. És én azt gondolom, hogy ez is azok közé tartozik. És azt veszem észre, hogy kezdik levetkőzni magukról ezt a nagyon nagy gesztikulációt, és ezt a nagyon nagy kiutasításokat, és a nagyon nagy heves érzelmeket, és nagyon sokszor látom, hogy arra gondolok, hogy én követem őt, ugye, mert ismerem a színésznőt most már 3-4 éve, követem őt, és tudom azt, hogy fog erre reagálni, és egész másképp reagál, finomabban, mélyebbről, színészileg megoldja, tehát nem csak egy külső gesztussal, hanem olyan tisztább, letisztultabb a játéka, és ez jó. Ezt jó látni. És akkor én is megyek utána, és jó érzés, hogy nem egy nagy kiutasítást kell csinálnom, hanem olyan tisztában, egyszerűbben, emberibben tudom megcsinálni. És ez sokat, sokat használ neki szerintem ennek a szappanopinak és ennek a színésznőnek is. Hát az udvaron ott bizony nincsen, de a házban sincs. Ez rövid. De Manuela... Jó, ebből csináljunk még egyet, a házban sincs. Az rövid volt. De nincs a házban. Sem. Jó napot! Makari, mit csinálsz itt? Ritkán adatik meg, hogy az ember Laurence Olivier-t tudjon nézni. Nekem volt 2 vagy 3 év az életemből, amikor a Mikroszinkronban dolgoztam, és akkor az Odeon Video Artnak csináltunk jobbnál jobb filmeket a Brian életén keresztül, a háromszín trilógián át, a Bronxi mesén keresztül filmeket csináltunk. Ez is film, de ezt másért lehet szeretni. Azt amellett biztos, hogy nem tudnánk így beszélgetni, mert ott azért ott a színészek azt a filmet látják. Itt már a színészek ismerik, 88. résznél tartunk éppen, minden rezdülését ismerik már a színésznek, az eredeti színésznek. Egy másik, egy művészfilmben ott minden egyes hangsúlynak, minden egyes intonációnak megvan a maga szerepe, és arra mindenki, reményeim szerint minden kollégám is alaposabban készül. Az a nagyobb kihívás. Meg amikor az emberről már nekrológot kell írni, akkor lehet, hogy nem azt írják majd, hogy a Szerelem zálogba című filmet csinálta, hanem hogy az ő nevéhez fűződik a Brian életének a szinkronja például. Finita, drágám, gondoskodnál róla, hogy hozzanak be... Holott ez lehet, hogy a nagyobb népszerűséget hozna, csak én nem találkozom azokkal az emberekkel, akik ezt a sorozatot látják. Az eredeti wikipédiás oldalról lesem le éppen, hogy az eredetiek hol tartanak. Innen tudom, hogy már nem is 150, hanem 155 résznél járunk. És hát kívánom, mert hogy ezt még a napjainkban is forgatják, hogy bizony sokáig csinálják. Mert jók a szereplők. Hát aztán ezt mindig ugyanúgy vágják el, ahogy egy krimit el kell vágni, tehát történik valami, amitől fordul valami,
ami mindig fölvet egy, kíváncsiságot, egy kérdést az emberben, és már alig várja a következő részt, másnap délután 4 vagy 5 óráig, amikor majd megkapja a választ. Nos, azt még mindig nem árultad el nekünk, hogy miért vagy állászó. Tudományos ismeretlenésztő. Igen, és akkor nagyon bosszankodom időnként, hogy nem ismerik fel az állatot, hogy a palackorú delfin helyett üvegorú delfint ír a dramaturg, és lusta utána nézni, vagy nem ismeri, és nem kérdez utána. Meg hát a mértékegységekkel mindig baj van, hogy ezres szorzót, százas szorzót, a mérföldkilométer átszámolást, azt rendszeresen nem csinálják jól. Mondtad mi az interjú előtt, hogy a Mátyás mindenképpen legyen. Igen. Igen, bocsánat. Az nagyon fontos, és azért szeretném kiemelni azt, aki most aztán végképp nincs itt, de aki nélkül ez az egész nem jött volna létre, mert van nekünk egy nagyon jó gyártásvezetőnk, akit mi mindannyian nagyon kedvelünk, de hát rengeteg dolga van, és krumplizik folyamatosan. Ezt a legyinteszít egyet? És hát azt kell mondanom, hogy vérprofi. Te is csináltad ezt a szakmát, tehát pontosan tudod, hogy milyen az, amikor valami elkrumplizás van. Gyártásvezető kollégánk ilyet nem csinál. Vagy a 65. résznél csinált egyet, akkor pezsgőt bontottunk, mert az olyan rendkívüli eset volt. És igen, a Mátyás meg azért jó, mert mikor mi beszélgetünk, azért le tudja vezényelni már a forgatást. De ragaszkodsz is hozzá, hogyha kapsz egy ilyen munkát, hogy akkor ő legyen a hangmérnököd? Hát nézd, igyekszem ragaszkodni hozzá, meg más helyen is dolgoztunk mi már együtt. Én azt gondolom, hogy mi jól tudunk együtt dolgozni, szeretünk együtt dolgozni, de ezt majd a Matyi elmondja. Most figyelek én. Én is elveszem tőled José Luist, és elszórakozom vele egy kicsikét, amíg együtt a pokolba nem taszítjuk a házasságodat. Csináljatok, amit csak akartok, Maria. Úgy sem fog sikerülni. Hát ne sírj, kicsikém. Nagyon.